Felülbírálati indítványt nyújtott be az ügyészségnek a Völner Sadül ügyben Magyar Péter. A Tisza párt elnöke szerint a fővárosi ügyészség nem járhatott volna el a nyomozásban, a hatóságot ki kellett volna zárni, mivel az alapügy előkészítő szakaszában érintett volt. A helyzetet Horváth Lóránttal értékeljük. Horváth Lóránd ügyvéd a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye tegnap nyilvánosságra hozta a Tisza párt ezt a bizonyos felülbírálati indítványt. Az első kérdés, hogy pontosan mit lehet ezzel a kérelemmel elérni, mikor tesz valaki ilyet? Ez egy rendkívül hatékony kérelem lehet, és ebben az esetben a közhatalom gyakorlásával és a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények kapcsán lehet ezzel élni, és gyakorlatilag át lehet ugrani a panasz eljárást, a panasztételi eljárást, és közvetlenül bírósághoz fordulni. Azért írtam fel, hogy kiemelt bűncselekmények, mert több feljelentést is tett Magyar Péter, majd azzal kapcsolatban is kérdezem, mert ő azt mondja, hogy egyébként ez minden egy, mindig ő az a reménye, hogy majd ezt ők fogják tudni használni, ezt a bizonyos intézményt, ezt a kérelmet. Na de még itt egy picit maradva, azt mondja Magyar Péter, hogy az ügyészség kirívó formai és tartalmi hibákat vétett az eljárásban. Ő most kívülről lát-e hibákat az ügyészség munkájában? Induljunk onnan, hogy a beadványuk egy státuszkérdéssel indul. Tehát, hogy milyen státuszban szerepelt Magyar Péter az eljárásban, a sajtó arról számolt be, hogy tanúként. Amennyiben tanúként szerepelt, akkor ez a jog nem illeti meg. Amennyiben hát más... állítólag tanúként, mert én megkérdeztem tegnap, hogy ugye ő korábban, hogy az ügyészség is azt mondta, hogy ő tette a feljelentést, de az ügyészség cáfolta, nem ő tette a feljelentést. Most akkor ki tette egyébként a feljelentést? Egy másik magánszemély tette a feljelentést az ügyészség szerint. Ugye itt az lesz az alapkérdés a bíróság szempontjából, hogy az a tanúvallomás, amit tett, és abban a tett állítások, vagy a megtett állítások, azok feljelentésnek minősülnek, vagy sem. Hogyha feljelentésnek minősülnek, akkor ő is feljelentővé válik, és ebben az esetben megnyílik előtte a lehetőség. Tehát ez lesz az első kérdés, amin a bíróságnak dönteni kell. Azt is mondja, hogy a főváros, mármint Magyar Péter, hogy a fővárosi nyomozóügyészség nem járhatott volna el ebben a nyomozásban. Eleve ki kellett volna zárni az eljárásból, mert hogy az alapügy előkészítő szakaszában benne volt. Tehát, hogy már itt is volt egy hiba, ez valóban az? Azt gondolom, hogy ebben teljesen egyetértünk, tehát valóban nem járhatott volna el, ki kellett volna őt zárni, de a kérdés az, hogy milyen hatóság tud ezzel majd, vagy milyen bíróság fog tudni ezzel foglalkozni. Tudnélik, az új büntető törvénykönyv és annak a módosításai a jogorvoslati lehetőségeket nagyon megnyírválták. És ez egy nagy probléma, az ügyfeleink akkor szembesülnek vele, amikor büntetés eljárás hatálya alá kerülnek, és egyszerűen nem tudunk hova fordulni, mert kizárja a jogszabály. Na, van még egy-két dolog, amit magyarázzon meg, arra kérem. Azt is mondja Magyar Péter, hogy az ügyészség nem hallgathatta volna meg tanúként Rogán Antalt az ügy potenciális gyanúsítottját. Ugye meg is kérdeztem tegnap, hogy nem volt gyanúsított ebben az ügyben, de azt mondta, hogy ilyen nincs, gyanúsított nem lehet tanú. Az ügyészség úgy értékelte, hogy Rogán Antal nem volt potenciális gyanúsított. És valóban teljesen igaza van Magyar Péternek abban, hogy amennyiben valakit a nyomozati tervben potenciális gyanúsítottként tartanak nyilván, vagy számon, akkor abban az esetben tanúként nem lehet kihallgatni. Ezt Polt Péter is egy nyilatkozatában megerősítette. Ugye az ügyészség reagált az ő mondataira egyébként, meg erre a beadványra, meg ami a sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Több ponton cáfolta, hát az egyiket már említettük, hogy ő tette feljelentést, vagy nem tett. Ugye az ügyészség elmondta, hogy nem, ő meg azt mondta, hogy sose állította, hogy tett, de a másik mondat, amit cáfolnak, hogy Magyar Péter azon állítása sem felel meg a valóságnak, amely szerint az ügyészség azért nem őt tekintette feljelentőnek, hogy az iratok tartalmát így ne ismerhesse meg, mert ugye Magyar Péter arra hivatkozott, hogy akkor belenézhetett volna. De az ügyészség azt mondja, az eljárásjogi törvényre hivatkozva, hogy ez nincs így, tehát nem tekinthet a feljelentő sem bele, csak a megszüntető határozatot kézbesítik a részére. Tehát semmiképp nem lehet ebbe belenézni. Bele lehet nézni, mert ebben a bűncselekménykörben, amennyiben a sértett vagy a feljelentő nem tesz lépést, tehát nem tesz jogorvoslat felé lépést, akkor ezt az ügyészség anonimizálva közzé teszi ezt a határozatot, annak az indokolásával egyetemben, és nagy valószínűséggel ők is erre reagáltak, erre a közzétett anonimizált határozatra, tehát valószínűleg ők is megismerték ennek a tartalmát. Na, még két dolog Magyar Péterrel kapcsolatban, említettem, hogy tett két feljelentést, vagy tesz. Az egyikben már van egy, Gyurcsány Ferenc is feljelentést tett a kormányzati ingatlan vásárlások ügyében. Itt nyilván indul egy nyomozás, ez viszonylag tiszta sor vagy érthető. A másik ügy az egészség, ugye ez már valószínűleg bonyolultabb, én nem vagyok jogász, de annak látom. Feljelentés a kórházi klímák kötelező fertőtlenítések elmulasztása, klímaberendezések karbantartásának cseréjének elmaradása miatt, és nincs elég fertőtlenítőszer a kórházakban. Tehát ennek mi lehet a vége egy ilyen feljelentésnek?
Nagy valószínűséggel, és csak a tipp, mert kerestem a Tiszapárt honlapján ezt a feljelentés szöveget, de sajnos nem találtam meg, de nagy valószínűséggel foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésben tették ezt a feljelentést, és ebben az esetben, vagy ennél a bűncselekménynél közvetlen veszélynek kell fennállni, és nem absztraktnak. Ami azt jelenti, hogy ha találnának egy olyan szemét, akinek a 35 fokos szobában valós veszélyt jelentett az ott léte, és ő mint sértett feljelentést tesz, abban az esetben tudna eljárni az ügyészség. Tehát a Tiszapárt hiába tesz feljelentést, hogy tulajdonképpen 35 fokban bármelyik beteg lehet az, aki veszélyben van. Ez az én jogi értékelésem, mert ugyanezen az alapon egy vonaton is lehetne feljelentést tenni, az is veszélyeztethetné az egészségemet, vagy egy buszon, vagy egy taxiban, vagy bárhol. Tehát, hogy ez önmagában ezt a bűncselekményt nem fogja kimeríteni, ez én álláspontom. Arról kérdeztem tegnap, vagy arról is, hogy mi értelme van feljelentéseket tenni, hogyha eleve azt mondja az ellenzék, vagy ő is, hogy itt a fideszes ügyészség irányítja úgyis a szálakat, meg a Fidesz irányítja az ügyészséget, csak abból lesz valódi ügy, amiből ők akarják. Ő azt mondta, hogy meg lehet kerülni az ügyészséget ezzel a bizonyos intézménnyel, ezzel a felülvizsgálati indítvánnyal. Ez akkor megállja a helyét? Az, hogy miért van értelme feljelentéseket tenni, azt meg tudom érteni, mert nyomot hagy a rendszerben. Tehát, hogy valami történik, vagy egy elutasítás, vagy egy nyomozás elrendelés is, arra majd később lehet hivatkozni. Az, hogy az ügyészségnek a politikai érintettsége ezeket befolyásolja, az ügyészség a büntető eljárás kapuvédője, kapuőre, nála van a kulcs, tehát ő fogja megmondani azt, hogy kiből lesz vádlott, és kiből nem, kit dobnak be az üstbe, és kit nem. Tehát, hogy ez az ügyészségnek a szerepe kulcsfontosságú, és ő nagyon jól látja, azt gondolom. Van még két jogi esetünk, úgyhogy még szeretném két ügyben gyorsan kérdezni. Az egyik a Demokratikus Koalíció ügye, itt volt Vadai Ágnes, ugye egy dokumentumokra hivatkozva azt állítják, hogy egy állami vezető rendelte meg az óbudai polgármester ellen kreált ügyet. Hát most ennyit tudunk, meg annyit, amit az ügyészség mond, hogy ez nem így van. Ők reagáltak, azt mondták, hogy semmilyen felső vagy akár másrangú állami vezető nem rendelt meg büntető eljárást. Itt egy lezárt ügyről van szó, egy olyan úriemberről, aki bevallotta ezt a tettet, és ő hivatkozott egy bizonyos miniszterre, nem tudjuk a nevét. Nagyon bonyolult ez az ügy. Mit lát ön ebből? Igen. De hogyha általánosságban közelítem meg ezt a kérdést, hogyha amennyiben egy terhelt vagy egy tanú vallomásában egy olyan kijelentést tesz, ami bűncselekményre utalhat, azt a hatóság ilyenkor hivatalból kell, hogy észlelje, és a hivatalból való észlelés következménye pedig egy büntető eljárás, vagy egy nyomozásnak a megindítása kell, hogy legyen. A másik, amit ezzel kapcsolatban el tudnék mondani, az az, hogy maga a hivatali vesztegetés elfogadásával vonatkozásában ennek nincsen relevanciája. Tehát az, hogyha egy hivatalos szemét valaki megkeres, egy fedett nyomozó, egy vállalkozó vagy bármi, és ő elfogad, ígéretet tesz, és így tovább kimeríti a bűncselekményt, akkor azt elkövette. Azt, hogy ez most felbérelése, vagy valamilyen koncepció alapján történik, ez az ügy szempontjából teljesen mellékes, de úgy emlékszem, hogy ezt éppen Kis László védője is elmondta, hogy ennek nincsen relevanciája. Hát azt mondta Vadai Ágnes, hogy ő nem tudja, hogy ismeri ezeket a dokumentumokat, amiket ők most benyújtottak, de így van, Zamesnik Péter azt mondta, hogy a nyomozati iratokból nem olvasható az ki, hogy az ő védence politikai leszámolás áldozata lenne. De mindegy, lehet, hogy holnap többet tudunk, holnap találkoznak egyébként Polt Péterrel, és még van egy harmadik dolog, kirúgták a Madách Imre gimnázium igazgatóját, ugye nem tiltja ki a mobilokat röviden az iskolából. Jogszerű ez a kirúgás, vagy perelhet a volt igazgató? Van-e értelme? Ez egy munkaügyi kérdés lesz, tehát nagy valószínűséggel munkaügyi bírósághoz fog fordulni az igazgató. Az, hogy kirúghatta, vagy felmenthette, vagy nem, az nem is kérdés. Tehát olyan munkáltató, hogy azt megteti. A kérdés az lesz, hogy hogyan fogja ezt indokolni, és az indokolás megállja a helyét a bíróságon, vagy sem. Ez megvan tulajdonképpen, legalábbis én ide kiírtam magamnak. Az indoklás az, hogy egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt. De akkor sem az iskola vezetői mondjuk nem tudják, hogy pár nap múlva egyébként hogyan kell végrehajtani ezt a rendeletet, hiszen a hírek arról is szóltak, hogy hétfőn indul az iskola, és az iskolák nem tudják, hogy egyáltalán mit csináljanak ezzel az egésszel. Igen. Ugye itt nagyon sok kérdés tisztázatlan, tehát hogy kitette ezt a közleményt, az igazgató tette, vagy pedig a testület, a tantestület, és így tovább. Ezt én igazából egy állásfoglalásnak, vagy egy véleménynek tudom nyilvánítani, amire reagált a munkáltató, a belügyminisztérium, és
Ez pedig, amit a belügyminisztérium kiadott, ez pedig nem egy indokolás, ez szintén egy közlemény arra, amit az iskola adott. Tehát nyilván, hogyha perre kerül ez a kérdés, akkor majd egy normális jogi levezetést fogunk látni. Még egy dolgot tudunk egyébként, mert hogy a tantestület egy emberként kiáll mellette, és ők kiadtak egy közleményt nem csak a tüntetésről, hanem ők azt mondják, hogy az ő álláspontjuk szerint a rendelet adta kereteken belül hoztak döntést a digitális eszközök iskolai használatáról, tehát a felmentés tényét is emiatt elfogadhatatlannak tartják, az indoklást és a módját is, ahogy azonnali hatája. Tehát ebbe lehet-e kapaszkodni, hogy tulajdonképpen ők betartották a rendeletet? Sőt, abba is lehet kapaszkodni, hogy a rendelet a szeptember 1-jével lép hatályba. Tehát még igazából ez csak egy előkészületnek értékelhető, vagy egy véleménynek értékelhető, és erre reagált valahogy a munkáltató. Mert hogy még el sem követték. Még nem követték el, így van, még nem vették el a telefonokat. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szívesen. Én köszönöm.